A Kallós Zoltán Alapítvány Válaszúti Szorvány Kollégiumának gyümölcsösében épp a szakiskolás tanulók dolgoznak. Oktatójuk maga is a kollégium diákja volt, ma tájépítész egyetemi hallgató. Az érettségi segítségvel egyetemre tudtam iratkozni, és most harmadéves egyetemista vagyok. Kolozsvárt itten, Válaszúton most szaktanárként vagyok jelen, és ahogy látszik is ma a gyümölcsösben dolgozunk, mármint készítsük a gyümölcsös az ültetésre. A mai szakiskolásoknak is megvan a maguk kollégiumi története, mi több, már a jövőjüket is tervezik. Majdnem 3 éve kollégium lakója vagyok, és tetszik itt. Nagyon jól tanítanak, meg minden. Testvérem ajánlta ezt az iskolát, azt mondta, hogy nagyon jó, tetszett neki is, és akkor kipróbáltam én is, és tetszik. Robert 3 évvel ezelőtt Szilágy megyéből, Sztánából jött a kollégiumba. Sok mindenre megtanítanak, fametszésre, gabonatermesztésre, és én is a jövőben gabonatermesztéssel szeretnék foglalkozni. Kallós Zoltán, Kossuth-díjas néprajzkutató 1992-ben hozta létre a több lábon álló, széleskörű tevékenységet folytató alapítványt. Az oktatás, a közművelődési tevékenységek, a névadó és alapító néprajzi gyűjteményének gondozása, az erdélyi népi hagyományok megőrzése és azok átadása a fiatal nemzedékeknek. Ezek képezik a munka jó részét. Ma a Kolozs megyei Válaszúton és a Maros megyei Nagysármáson működtet az alapítvány kollégiumokat több mint 100 gyerekkel. Az intézmény célja, hogy azokat a gyerekeket, akiknek magyar gyökere van, azok hozzájussanak a magyar oktatási rendszerhez, így bevezetjük őket, és ezáltal pedig tovább tudjuk őket küldeni 5. osztályban, innen Szamosújvárról, Válaszútról Szamosújvárra, illetve Nagysármásról a 8. osztály végezte után tovább tudjuk küldeni őket Szamosújvár a 9. osztályba. Így az oktatási program, az oktatási rendszer lehetőséget nyújt a gyerekeknek arra, hogy el tudják végezni a tanulmányaikat. Kallós Zoltán felbecsülhetetlen értékű néprajzi gyűjteménye nem csak a megőrzés szempontjából fontos az alapítvány számára. Amellett, hogy érdeklődők ezrei látogatják, az oktatásban is nagy szerepe van. Próbálunk jelen lenni a gyerekeknek az életébe, főleg azáltal, hogy a pedagógusok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, ők gyakran ihletődnek a gyűjteménynek a tárgyi világából, vagy a díszítőművészetéből, úgyhogy akár kézműves foglalkozásokban, vagy különböző egyéb felkészülésben, például ünnepségekre azért helyet kap a gyűjtemény is. Az alapítványt folyamatosan támogatja a magyar állam. A kollégiumnak az eltartása ugye az egy normatíva alapján történik. Ezt a magyar állam a Nemzetpolitikai Államtitkárságon keresztül, pontosan a Bethlen Gábor alapon keresztül folyosítja minden évben a Kallós Zoltán alapítványnak. Úgyhogy ennek köszönhetően az utóbbi 10 évben egy tudatosan stabil működést biztosít az alapítványnak, úgyhogy nagyon-nagyon nyugodtan és jó körülmények között lehet a munkát végezni. Nagysármáson a Kallós Zoltán Alapítvány Maros megyei kollégiumában most az iskola utáni tanulás folyik. Ide 12 gyerek iratkozott be. A környező falvakból hozzuk őket vasárnap délután, egész péntek délutánig, tehát azt jelenti, hogy ők itt is alusznak. Ez azért történt, mert ezekben a falvakban felszámolódott a magyar tagozatú iskola, és a szülők olyhajára, akik akarták, hogy anyanyelven tanuljanak a gyerekek, akkor idehoztuk. És még egy szempont van, ha hátrányosabb helyzetű családokból jönnek a gyerekek. Nemrég nagy öröm érte az alapítványt. Maros-Szent Anna község ugyanis a kollégium gyermekeinek ajánlotta fel a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem akció keretében adományokból összegyűlt 2 tonna gabonát, így is segítve a szórványban élő magyarságot.